Nincs megállapodás Szerbia és Koszovó között, olvasható a szerb sajtóban. Most egy bejátszás következik Ivica Dačić szerb és Hašim Tači koszovói kormányfő tegnapi találkozójáról. Utána pedig egy rögzített beszélgetés következik Varga Lászlóval, a szerb parlament integrációs bizottságának elnök helyettesével. Kulcsfontosságú szakaszához érkezett a párbeszéd, mi pedig azon dolgozunk, hogy további előrelépések történjenek, mondta Catherine Ashton, az EU külpolitikai főképviselője. A megbeszélések központi témája a koszovói szerb önkormányzatok közössége. Belgrád végrehajtói jogokat kér számukra, amit Pristina eddig határozottan elutasított. A párbeszéd folytatása előtt egyeztetett a szerbiai államvezetés is. Álláspontjuk teljes mértékben egységes a kérdést illetően. Szerbia továbbra is a kompromisszum eléréséért száll majd síkra, az Európai Uniótól pedig elvárja a pártatlanságot a tárgyalások során, valamint arra kéri a közösséget, gyakoroljon hatást Koszovóra, hogy az engedményeket tegyen. Ivica Dačić szerb kormányfő a dialógus folytatása előtt találkozott Filip Rikerrel. Az amerikai diplomata az Egyesült Államok teljes támogatásáról biztosította Szerbiát az eurointegrációs folyamatokban, illetve a párbeszédet illetően. A szerb miniszterelnök pedig kifejezte elkötelezettségét a tárgyalások iránt, valamint elmondta, hogy a megegyezéshez mindkét fél akarata szükséges. Az észak-koszovói kettős államberendezés felszámolása Belgrád számára feltétel az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez. Szerbia csak akkor hajlandó intézményeit megszüntetni a térségben, ha a szerbeknek végrehajtói jogokat biztosítanak. A szerb kormányra nagy teher nehezedik, egyrészt az uniótól a társulási törekvések miatt, másrészt pedig a hazai közvélemény elvárja, hogy ne hagyják magukra koszovói nemzettársaikat. Dačić javaslata, ami szerint a 9 szerb község szövetsége lenne a megoldás, Dačić szerint elfogadható, azonban a végrehajtó és törvényhozó jogok biztosítását kizártnak tartotta a 6. fordulót megelőzően. Egyes szerbiai politikusok aggodalmukat fejezték ki a párbeszéd kapcsán, ugyanis amennyiben nem lesz megegyezés még az idén, az ország könnyedén eltávolodhat az EU-tól. Ezzel párhuzamosan egyes nyugati politikusok arra figyelmeztetnek, hogy Belgrád javaslata egy különálló államforma létesítéséhez vezethet a boszniai szerb köztársaság mintájára. Az Európai Bizottság április közepén készít jelentést Szerbia eddigi erőfeszítéseiről, ami alapján az Európai Tanács eldönti, hogy kiírja-e a csatlakozási tárgyalások megkezdésének időpontját. Nincs megegyezés Koszovó és Szerbia között, ez derült ki Ivica Dačić szerb és Hašim Tači koszovói kormányfő tegnapi több mint 2 órás megbeszélését követően. Hétfő délelőtt köszöntöm a stúdióban Varga Lászlót, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjét, az integrációs bizottság elnök helyettesét. Mit jelent ez, hogy nincs párbeszéd? Néhány napja még arról szóltak a hírek, hogy egy kulcsfontosságú szakaszához érkezett a párbeszéd, hogy most minden eldőlhet, hogy az EU különösen odafigyel erre a találkozóra, még sincs eredmény. Jó napot kívánok! Maga az a kifejezés, hogy szakasz, az egy hosszabb időintervallumot takar, és ilyen szempontból valóban kulcsfontosságú szakaszhoz érkezett a dialógus. Ugyanakkor ez a tegnapi találkozó, ez nem hozott ilyen értelemben áttörést. Viszont, hogyha egy kicsit még gondolja az ember a dialógus logikáját, akkor azt gondolom, hogy nem volt meglepetés az, hogy tegnap nem született áttörés, mert hogy a dialógus az úgy zajlik, hogy egyrésztről vannak időközönként plenáris, legmagasabb szintű, miniszterelnöki szintű egyeztetések, ugyanakkor a dialógus fordulók között a háttérben folyamatosan zajlik egy szakértői egyeztetés, és mivel az elmúlt 2 hétben a szakértői egyeztetések nem hoztak áttörést, ezért nehezen volt az elképzelhető, hogy a miniszterelnöki szintű találkozó áttörést hozzon. És hát mivel az elmúlt 2 hét az arról szólt, hogy borzasztóan távol vannak még egyenlőre egymástól az álláspontok, és ezek az álláspontok, pontosabban ez az egyetemértés, ez számos sajtónyilatkozat formájában is napvilágot látott, egyszerűen mondom, az elmúlt 2 hétben, ezért az, hogy tegnap nem történt megállapodás, az még egyszer mondom, az várható volt. Ugyanakkor persze borzasztóan ellentmondásosak a tegnapi találkozóról is a hírek, attól függően, hogy Belgrád, vagy a belgrádi híreket, a pristinai híreket, vagy pedig a brüsszeli híreket olvassa az ember, és az onnan érkező benyomásokat, de mindenképpen fontos ebben a benyomás rengetegben
azért végigolvasni a közvetítő szerepét betöltő Catherine Ashton közleményét, ugyanis ő azt mondja a közleményében, hogy jó előrehaladás történt. Ez egy magyartalan kifejezés ugyan, de konkrétan a kifejezésnek van jelentése, és ezt azért használják így. Ez azt jelenti, hogy a semmihez képest több történt, ugyanakkor még messze van a megállapodás, körülbelül így lehetne lefordítani. Persze a messze az nem feltétlenül azt jelenti, hogy időben messze, egyébként az álláspontok tekintetében van messze. Ami még mindenképpen jó hír, és ez két héttel ezelőtt is jó hír volt, az pedig az, hogy mostantól számítva két héten belül folytatódik a dialógus. Ez nyilván egyrésztről annak tudható be, hogy borzasztóan szorít az idő, már mint Szerbiát, mert hogy április 16-án fogja az Európai Bizottság együtt Catherine Ashton külés biztonságpolitikai főképviselővel azt a jelentését nyilvánosságra hozni, amely a december óta történteket tartalmazza majd. Másrészt pedig szorít az idő azért is, mert úgy tűnik, hogy most azért kézzelfogható közelségbe került a megállapodás, annak ellenére, hogy még egyszer mondom, még nem jutottunk el a végállomáshoz korán sem. Igen, ugye egyszer azt említi, hogy az idő az úgymond nem számít, tehát nem azt jelenti, hogy közel van a megállapodás, hogy időben közel van, de mégis itt vannak ezek a dátumok, amik úgymond stresszelik a közvéleményt, illetve az egész helyzetnek adnak egy dramatikát, akkor mégis mi várható a két hét múlva? Mire elég a két hét? A két hét arra lehet elég, hogy újabb két héten keresztül zajló szakértői tárgyalások fognak következni. De ahhoz képest egyébként, ahogy egy hónappal ezelőtt tűnt a helyzet, azért jelentős az előrelépés, mert hogy egyrésztről abban megállapodott a két fél, hogy létre fog jönni egy észak-koszovói szerb önkormányzati közösség, amelyhez nem csak a négy észak-koszovói önkormányzat, szerb többségű önkormányzat, hanem további legalább öt nem észak-koszovói önkormányzat is tartozni fog. Ez az egyik dolog, amiben megtörtént a megállapodás. Másrésztről pedig tegnap ugyan a sorok között olvasva, de azért azt hámozhatja ki az ember, hogy abban is megállapodás történt, hogy ennek a önkormányzati közösségnek szervei lesznek, tehát testülete lesz, valamiféle végrehajtó szerve, meglátjuk, hogy mi lesz ez pontosan, és hogyan fogják nevezni. Ami körül a vita tovább folytatódik, az, hogy milyen hatáskörei lehetnek, vagy lesznek ennek az észak-koszovói szerb önkormányzati közösségnek, amelyhez még egyszer mondom, nem észak-koszovói önkormányzatok is tartozni fognak. Az idő az ilyen értelemben valóban szorít, mert április 16-a az nagyon közel van, és ráadásul azt világosan Szerbia tudomására hozták az uniós partnerei, hogy azt nem fogják tolerálni, hogyha az utolsó pillanatban születik újra megállapodás. Ez azt jelenti, hogy lehet még egy tárgyalási forduló majd most március 20-án, meg esetleg lehet még egy valamikor április elején, és addig kellene az észak-koszovói szerb autonómia tartalma tekintetében gyakorlatilag megállapodásra jutni. Nyilván ez nem egy egyszerű kérdés, nagyon-nagyon sok elemből áll, és nagyon-nagyon távol vannak még mindig az álláspontok, de az is biztos, hogy amennyiben az Európai Unió vezető tagállamai és az Egyesült Államok nyomást fognak gyakorolni, nem csak Szerbiára, hanem a másik félre is, akkor megszülethet ez a megállapodás akár két héten belül is. Készített az Ipsos és a B92 egy felmérést, tegnap tették közzé az eredményét, ez szerint Szerbia lakosságának 63%-a már úgy véli, hogy Koszovó független állam, és Szerbia legfeljebb annyit tehet, hogy segít a Koszovóban élő szerbeknek. Igen, ez a másik híre a tegnapi napnak, ez a közvéleménykutatás. Ez egyébként több kérdésből állt ez a közvéleménykutatás. Ez a kérdés volt az egyik talán legfontosabb, pontosabban a kérdésre adott válaszok és annak a tartalma. Ugyanakkor volt egy másik kérdés, amely hülyen tükrözi azt az önellentmondást, amelyben a többségi társadalom van. Ez pedig az a kérdés, hogy amennyiben Koszovó és Európa közül kell választani, akkor mit választana. És akkor viszont megfordul az arány, pontosabban akkor azt mondják az emberek, hiszem 65%-ban igen, hogy Koszovót választanak, és talán 28%-ban az Európai Uniót. Gondolom, hogy érthetetlen ez az ellentmondás, mert ha az emberek kétharmada arról van meggyőződve, hogy Koszovó már független, akkor
az a kétharmad számára világos kell, hogy világos kellene az, az is, hogy legyen, hogy az az alternatíva, hogy azt a független Koszovót válasszák az Európai Unió helyett, az nem egy reális alternatív. Úgyhogy ilyen, ilyen szempontból furcsa ez, a, ez az eredmény, és még egyszer mondom, igazából egy nagy önellentmondást akar. Persze jó azért az, hogy, hogy a kormánynak egy olyan társadalmi légkörben kell, vagy lehet ezt a dialógus folytatni, amely légkör nem azt tükrözi, hogy egy olyan elvárásnak a kormány irányába, hogy ezt a koszovói függetlenséget fordítsa vissza, vagy ezt a területet szerezze vissza. És valóban ez a dialógus tétje már, mint az, hogy, hogy milyen autonómiát tud Szerbia ebben a dialógus sorozatban kiharcolni az ott élő szerb közösség számára. És ilyen tekintetben a következő forduló, vagy a következő fordulók meglátjuk, hogy egy vagy kettő lesz, talán választ fognak adni erre a kérdésre. És hát amit még talán érdemes itt elmondani, az az, hogy, hogy mi az a kulcskérdés, ami, ami jelen pillanatban feszítő jelleggel hat. Az, hogy a koszovói szerbek számára az oktatás, a kultúra, az egészségügy, a különböző identitás megőrzés szempontjából fontos területek, de akár a szociális védelem területén lehetnek hatásköreik, és akár együtt is ezek az önkormányzatok ezeket a hatásköröket gyakorolhatják, az nem vitás, mert ez az Ahtisaari terv is tartalmazza. A vita körül van, hogy azokat az államinak tekinthető, vagy azon államinak tekinthető feladatok közül, amilyen például az igazságszolgáltatás, vagy a közbiztonság, azok közül tud-e egyiket, másikat, vagy egyik területen, vagy másik területen különböző részhatásköröket, majd ez a koszovói szerb autonómia testület magának szerezni. Erről szólnak a tárgyalások is nyilván. Ez borzasztóan nehéz kérdés, nem csak Szerbia számára, mert Szerbia, amikor vége lesz ennek a dialógus sorozatnak, de facto el fogja ismerni azt, hogy Koszovó az egy független állam. Másrészt viszont a koszovói, tehát a pristinai félnek se sincs könnyű dolga, mert akármilyen megállapodás lesz, ami ha egy vesszővel vagy egy betűvel több, mint az Ahtisaari tervben szereplő megoldások, akkor az koszovói alkotmánymódosítást kell, hogy jelentsen, vagy kell, hogy eredményezzen, és hát az alkotmánymódosítása sehol nem könnyű, így Pristinában sem, úgyhogy nincs egyik fél se könnyű helyzetben. Ez is nyilván azt eredményezi, hogy, hogy ez a dialógus ez nem tud ennél gyorsabban haladni, és hát az a tény pedig, hogy, hogy itt több évtizedre vagy évszázadokra visszamenőleg aktuális konfliktust annak a végére próbál ez a két nemzet ebben a tekintetben eljutni, az pedig még inkább bonyolítja a helyzetet. Marad az, hogy várunk, és bizakodunk a legjobbakban. Igen, hát azokon az embereken kívül, akik ezt a dialógust Szerbia nevében folytatják, vagy bonyolítják, az ország többi lakosának nem sok szerepe vagy lehetősége lehet ebben, és hát ez néhány ember ebben a pillanatban és korábban sem volt ez így, amit az ország lakossága tehet, és most nem elsőbben a magyar közösségre gondolok, hanem elsőbben a többségi társadalomra, az, hogy minél gyorsabban, vagy minél rövidebb időn belül megbarátkozik azzal a gondolattal, hogy egyszer Koszovó az Európai Unió tagállama is lesz, meg azt megelőzően az EBSZ tagállama, azt megelőzően pedig ENSZ tagállam lesz. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Köszönöm a lehetőséget.